Szép jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntelek benneteket a második előadásunkon. A címe pedig az, hogy Kelet és Nyugat között. És az első előadáson beszéltünk egy kicsit a kelet sajátosságairól, amit most benneteket látva, hogy mennyire szépen megszaporodtunk, majd egy picit visszahozok. De elsősorban ugye a második előadás bevezetőjeként a nyugati gondolkodás sajátosságairól is szeretnék beszélni, Pontosan azért, hogy lássuk azt a kontrasztélményt, amit nagyon sokan átélünk, amikor a kelettel találkozunk. Nos, a keletiek is találkoznak velünk. És néha tényleg ugyanúgy nem tudják mire vélni a gondolkodásmódunkat, a kultúránkat, mint ahogy mi se az övéket. Amikor az ember Kóreában vagy nagyon erős keleti kultúrájú országokban landol, az első három nap, három hét Extrém esetben három hónap egy kultúrsokkal telik. Ez a kultúrsok abból áll, hogy nem érted a gesztusokat, nem érted a kultúrát, és azt hitted, hogy esetleg itthoni tanulmányaid alapján ismered az ottani hagyományt, de kiderül, hogy mégsem. Egy ide származott hagyomány, a nyugaton működő hagyomány teljesen más arculatot tud ölteni, mint a keleti, nem csak a történelem és a vallás. Évszázadai miatt, hanem egyszerűen azért, mert nagyon más gondolkodásmódú emberek csinálják. Na most fordítsuk vissza a kultúrsokkot, és landolsz Ferihegyen, és utána hazajössz, és több év távollét után szemügyre veszed saját hazádat, nyugatot, azt a gondolkodásmódot, amiben vagyunk. És rögtön megcsaphat az, hogy Aristoteles sose halt meg. Szent Ferenc se, és az összes további gondolkodó sem, aki a 20. századig elhozott minket, de hogy a 20. század elején történt valami, ami egy nagyon komoly paradigmaváltást eredményezett, ez talán tagadhatatlan. Nem megyünk bele sem részletekbe, sem filozófiába, sem szellemtörténetbe, de egy pár lépőkövet leszeretnék rakni, ami megmutatja, hogy miért vagyunk ennyire szomjasak és egyre szomjasabbak a keleti típusú, egészleges vagy holisztikus szemlélet felé. Legelőször a legfinomabb művészet mutatta, hogy valami nincs rendben. Száz évvel ezelőtt, hogyha egy Erik Szati nevezetű úrnak a műveit hallgatod, akkor nem hiszed el, hogy az a modern zenének az alapja. Úgy tűnt, hogy valami nagyon rosszat vacsorázott, vagy biztos, hogy nagyon rosszat reggelizett, 12 egyenlő értékű hangban kezdett el gondolkodni, és a diatonikus zenének még úgy Bartók előtt volt az alapja. És kiderült, hogy az a világrend, amit addig megszoktunk, az az első világháború előtt már kezdett lejárni. Az első világháború végképp semmibe döntötte, és a második világháború pedig még, még rátett egy lapáttal. Ez az, amikor a hagyományos paradigmák Társadalmilag, politikailag nem működnek, megmagyarázhatatlan borzalmak történnek, és láthatóan nem látjuk azt a dualisztikus, identitás alapú gondolkodásmódot, ami emögött van. Tehát, hogy tudtunk mi, európaiak, legyártani kettő darab világháborút, exportálni ennek az ideológiáit az azt megelőző 50-100 évben Kínába, Japánba, Koreába nem sikerült, de hát a japán gyarmatbirodalom is ezen alapult, és a későbbi kínai gondolkodásmód is ezen alapult, és a mostani megosztottság is Tajvan és Nagy Kína között ennek volt köszönhető. Tehát hogy tudtunk ennyire dualisztikusakká válni az elmúlt 2000 évben? Tehát hogy tudtunk identitás alapon legyártani ilyen komoly háborúkat, amelyek nem pusztán területszerzésre, vagy nyersanyagra, vagy erre-arra irányultak, Abo volt elég keleten is. De identitás alapú háborúk, azok nagyon-nagyon ritkán vannak. Vallás háborúk nyugaton igen, keresztesek is a többi. De a 20. század széttört mindent, amit eddig gondoltunk magunkról, mint egyén, mint család, mint csoport és mint civilizáció. És ez kezdődött a finomabb művészetekkel, folytatódott a két háború közötti építészettel, akkor találták fel a lakótelepeket és utána azokkal a dúvad ordas eszmékkel, amelyekkel a mai napig küzdünk kicsi és nagy országokban egyaránt, főleg Európában, a sokféleség hazájában, ott, ahol nagyon nehéz kiutat találni ezekből a nagyon komoly, nagyon kemény, dualisztikus ciklusokból. Nem meglepetés, hogy nagyon sokan érdeklődnek a keleti mód az egységtudat iránt, mert kiderült már fizikából is, hogy nem az atom az utolsó, még csak azok a kis szubatomi részecskék sem az utolsó darabjai építőkövei az anyagnak, egyszerűen el tudunk jutni addig, am már, amikor már nincs forma. Tehát egy energiakisülés van, amiből a forma valahogy keletkezik, és utána vannak ezek a részecskegyorsítókban sok milliárd euróért látható leletek. Úgyhogy eljutottunk Európában egy olyan kényszerig, hogy túlhaladjuk, meghaladjuk a társadalmi, tudományos, még vallási paradigmákat is, mert keleten is sok változás történt, de a Nietzschei mondat, hogy Isten halott, ez nem hangzott el. Ez nyugaton hangzott el a 19. században. Keleten nem volt olyan filozófia irányzat, mint mondjuk az egzisztencializmus, és olyan regényeket sem írtak, mint mondjuk a Per, Franz Kafkától. Tehát nagyon-nagyon különleges és mély állapotot ért el az európai civilizáció a 20. századra, amely a második felére egy picikét a New Deal-el és az új gazdasági mechanizmusokkal konszolidálódni látszott, de kiderült, hogy ez nagyon kérészéletű. Ezt 2001 és 2008 mutatta meg, katonailag és társadalmilag és gazdaságilag egyaránt. Kiderült, hogy nem jöttünk ki abból a gödörből, amiben jó száz évvel azelőtt bele taszajtottuk magunkat. És nem állítom azt, hogy a keleti filozófiák lennének az üdvözítő tanok. Én azt mondom, hogy az emberben magában van a megoldás. A kérdés az, hogy ezt ki tudod-e hozni magadból a meditáció vagy a keleti hagyományok gyakorlásával. Aki keres, az talál, egész biztos, csak a saját faladat, a saját akadályaidat kell átégetni, áttörni, vagy ha a finomabb módszereket szereted, akkor megtalálni azt a kulcsot, amivel kinyitható ez az ajtó. Tehát úgy tűnik, hogy az atomisztikus, individualisztikus, identitás alapú, strukturális, a lényeget kivonó és a jelenséget hátrahagyó gondolkodás, ez kezd lejárni. Ezek nem működnek. Az eredmények birtokában, hogy mit teszünk egymással és a bolygóval, elég jól lehet látni, hogy valamilyen pozitív változásra, valamilyen világosságra szükség van, és ehhez a kelet támpontot adhat. Megoldást nem. Tehát ne keresd a megoldást keleten, ahogy azt az előbb említettem, a megoldás benned van, bennünk van. De kelettől sokat tudunk tanulni. Tudunk tanulni a nagyon csoport elvű és nagyon egyént meghaladó gondolkodásmóddal. Tudunk tanulni a társadalmi struktúrából, amely egyszerre hierarchikus és kiegyenlített. Tudunk tanulni a természettel való egyensúlyukból, és tudunk abból a konglomerátumból, amit a buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus kombinációjának tudok nevezni. Tehát feltehetjük a kérdést, itt vagyunk egy uh, Global Village, egy földméretű falu kellős közepén, távolságok nincsenek, a net mindenhová minden információt elvisz, begépeled, és szent Google vagy szent Wiki segít neked, és akkor már is meghallgattatnak az alfanumerikus imáid. Tehát minden információt megkapsz. Mit kezdesz vele? Itt jön be a zennek az a mondata, hogy a puszta megértés kevés. Tehát ha csak megértetted a tant, akkor eljutottál a zen körön az egynegyedéig, a 90 fokig. Kultúránk abból a szempontból nagyon szerencsés, hogy nem lehet kérdés nélkül élni. Nem tudsz csak úgy belesímulni a társadalom szövedékébe, mert a társadalom sebzett. A társadalom nincs rendben. Az ember és a család élete sincs nagy részt rendben, és ezért keresünk megoldást rá. Az ember tragédiája helyett egy új dráma van, ami a rendszer tragédiája. Tehát mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább, mi az irány. És ebben az, amikor a konfucianizmus, taoizmus és buddhizmus hármasságát keleti hagyományként elkezdjük vizsgálni, főleg a Mahayana északi átadási területein, és főleg ott, ahol nem az indiai kultúra volt a domináns, ott nagyon érdekes leletekre bukkanhatunk. Az első az, hogy ahogy ezt az előbbi körmondat elején kezdtem, a szútrák olvasása, a szimbólumok megértése, a jelképek felnyitása fontos, de nagyon-nagyon nem elégséges. 90 fokig, az egy 4 jutsz a körnek. Ezek után, ha nem kezdesz el tapasztalni, ha nem kezdesz el valamit gyakorolni, ha nem fordítod ugyanezt a megismerést befelé, ha nem vagy hajlandó a tisztánlátás fényében a saját karmádat meglátni, elviselni és transformálni, akkor sehova nem jutunk, sőt, az értés, a puszta kogníció rárakódhat az énedre még keményebben, mint a nem tudás korábbi rétegei. Tehát a véleményeit helyett most már keleti tudással cseréled fel az egód építőköveit, és abból vagy okosabb, mint a másik. Abból akarsz uralkodni a másik felett. Abból gyártod le a legközelebbi arroganciát. Úgyhogy ezért vigyázzunk ezzel, és ezért ne akarjunk tökéletes tudásra szert tenni, és a világért se azonosítsuk a logoszt a szóval. Nem csak azért, mert ez már egy fordítása egy arameus eredetinek, amely egy szóban elhangzott tanításnak az írásképe, hanem azért sem, mert hogyha egy picit is magunkban nézünk, akkor az, amit keresünk, az nem név és nem forma. Ezért szól a zen első alapelve, úgyhogy nem támaszkodás az írásokra. Elolvashatod, sőt, legyen nagyon sok könyved, menj be a könyvtárba, több tízezer könyv van, olvasd el őket, csak lásd meg, hogy 90 fokon nem jutsz túl. És hogyha rálépsz a gyakorlatos vényére, akkor elkezdesz tapasztalni. És a belső tapasztalással juthatsz el addig a pontig, amikor te és a világ már nem különböztök amikor a jó és a rossz benned feloldódott, amikor a tudatod letisztult, mint a tér, mint a tükör, eltűnt az utolsó dualitás, beleértve ten magadat, mint énséget. Itt, ha csendel fejezem ki, az is hiba, ha szóval fejezed ki, az is hiba, ha bármilyen formát óhajtsz adni neki, az is hiba, ettől tehát semmi sem hiba, bármit csinálsz, meg tud jelenni. De bármit csinálsz, el is hibázod. Tehát innentől kezdve, vagy ez a pont megvan a 180 fok, rájössz valamire, ami sokkal nagyobb, mint te, mégis ott lüktetett a szívedben életeken keresztül. Csak most megvan, tisztán. Viszont még itt sem ér véget a történet, mert a 180 fok tapasztalatával elindulsz az egyéni és csoportos karmád transformációjának rögös útján. És ez az átalakítás és átalakulás, ez egyszerre zajlik benned és a külvilágban. Már tudod a 180 fok tapasztalatából, hogy a belső és a külső nem különbözik. Már tudod, hogy az én és a más lényegileg nem különbözik. Már látod azt, hogy ha magadat átalakítod, akkor a világ is átalakul, és csak annyiban alakul át a világ körülötted, amennyiben magadat is átalakítottad. Tehát ezen az úton egyre kevesebb az öncsalás, egyre kevesebb az illúzió. De néha pont ezek az illúziók tudják az életedet olyan ízletessé, eseménydussá, élhetővé és energikussá tenni, és pont ezért szeretünk az illúziókba belekapaszkodni, egy újabb én kérget legyártani belőle, és közben azt hisszük, hogy az éntelenség útján haladunk. Egy kicsikét mozgalmas az élet. A 270 foknál jössz arra rá, hogy minden transformálható. Minden átalakítható. A legkeményebb karma is megbocsátható. És a semmiből is látszólag tudsz újat teremteni. Ez az, amikor a motivációd teljesen megváltozik, mert te a személyes transformációdat befejezted, de azt is látod, hogy a személy az nem érít véget. A világ is eljön hozzád, és te is a világba áradsz, attól függ, hogy honnan nézed és utána már az a bóthiszatva motiváció hajt, hogy nem magadért cselekedj. És akkor az önzetlen segítés útján eléred a 360 fokot, ami megint egy elég rögös történet, mert legszebb ambíciónkat is pillanatok alatt én építésre, egy újabb személyiség szilárd falára szeretjük felhasználni, hogy látod, milyen jó buddhista vagyok, már 20 éve meditálok. Kész. És ilyenkor lehet, hogy még húsz év kell. Tehát <laughs> vigyázzunk azzal, hogy mit teszünk bele a kis mentális tanssolyunkba, mivel azonosulunk, és pontosan minek kiáltjuk ki magunkat. Ezért a zen esetében, mivel közvetlenül az emberi tudatra irányulunk, és közvetlenül azt tapasztaljuk meg, a ki nem mondható, szóba nem fogható birtokában csak arra lehet utalni, hogy nem tudom. Ahogy Bodhi Darma mondta a uralkodó előtt, aki megkérdezte, akkor hát kiáll előttem. Fogalmam sincs. Nagyon is lényegre törő, strukturális, kicsit szögletes, de azért brilliáns nyugati gondolkodásunkkal semmi baj nincs. Csak tegyük a racionalitást a racionalitás helyére. Lássuk be azt, hogy a 0 és a 90 fok között gyönyörűen be tudunk járni egy kognitíven megismerhető távot és teret, és utána viszont. A rációt, ahogy beirányoztad az utadat, szép, lassan el kell tudni engedni, csak azért, hogy a 270-től szépen visszakabd, visszavedd, és akkor már más módon, de ugyanúgy fogalmi úton gondolkodsz. Csak a gondolkodást generáló valami az lesz más. Erre mondja az en, ha fehér jön, a tükör fehéret mutat, ha sárga jön, a tükör sárgát mutat. Ha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Egyszerűnek és tisztának tűnik, és az is. Meg tudjuk csinálni? Nagyon gyakran mondjuk a sárgát fehérnek, és a fehéret sárgának, és annak ellenére, hogy valakin látszik és mondja, hogy ő éhes, le akarunk dönteni a torkán egy pohárral a kedvenc italunkból, mert szerintünk az a jó. Úgyhogy a megkülönböztetés és nem ítéletalkotás nemes képessége, az mindenkinek, mindannyiunknak óriási házi feladat. Az emlékek használata, hogy ne az emléked a múltat fogjon, vagy a jövőtől való aggodalmad ugye, merevítsen, a jelenben, vagy a jelen pillanatban való tiszta jelenlét határozza azt meg, hogy a tudatban mi szükséges. És ami szükséges, az megjelenik, ami pedig nem szükséges, az nem jelenik meg. A múltnak nincs árnya, csak lehet, hogy ragaszkodsz az emlékeidhez. A jövő miatt nem kell aggódni, csak lehet, hogy túl sok sokat akarsz tudni előre. És ekkor, ebben a pillanatban, tiszta, mint a tükör, tiszta, mint a tér szerű pontosan annyira emlékszel, amennyire kell, nem több és nem kevesebb. Pontosan olyan megkülönböztetésekkel élsz, amivel kell, hogy lásd, hogy a piros lámpa azt jelenti, hogy állj, a zöld pedig azt, hogy indulj. De ettől a piros nem lesz rossz, a zöld meg nem lesz jó. Tehát a megkülönböztetés nem megy át itt ítéletalkotásba. Ezek után a kognitív gondolkodás többi fogalmával az, hogy hogyan dolgozzuk fel, hogyan analizáljuk a bennünk lévő fogalmakat, szinte felesleges foglalkozni, és ekkor tisztulhat le az öt érzékszerv. Tehát, hogyha a hatodik konceptuális tudatod nagyon jól működik, mert a hetedik az ítéletalkotó is, és a nyolcadik az emlékező is, akkor nagyon jó, meg tudod nekem mondani, vagy jól tudsz válaszolni arra a kérdésre, hogy mi ez. Ha nem ragaszkodsz a fogalmakhoz, helyes, tudsz, helyes választ tudsz adni. Ha ragaszkodsz a fogalmakhoz, akkor gondolkodással akarod a valóságot behelyettesíteni. Tehát a kérdés nyitott, a hallgatóság Tisztelt tagjai közül bárki megpróbálhat válaszolni rá. Így szól. Mi ez? Hang. Ő nem mondta azt, hogy én hang vagyok. Figyelted? Hogy érzed? érzed vagy? azért jó, amit mondasz, mert a taoizmusban van egy ilyen uh, tanítás, hogy a jó tanítás keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Igen, visszafelé megyünk az eredet felé. És nem a jelenségeket próbáljuk meg megcímezni, hanem a jelenségek eredetére rámutatni. Gyökerükben, ahogy azok keletkeznek. Tehát nem rossz, amit mondtatok, csak az már egy kulturális, konvencionális, nyelvi réteg a valóságon, és nem mutatja ki, hogy az hogyan keletkezett, hogy az valójában micsoda, mielőtt elkezdtél volna gondolkodni. Hogyha a hétvégén hozzánk a templomba kilátogató koreai házaspár gyerekét megkérdezem, akár angolul, akár koreaiul, habozás nélkül helyesen válaszol. De mi gondolkodunk, és a felnőtt tudatunk egy csomó mindent elsajátított, és azonosul is vele, és ezért mondta a legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, hogy ha nem lesztek gyermekek újra, akkor nem léphettek be a mennyek országába. Nem tudsz gyerek maradni. Mindannyiunknak ilyen rusnya nagy felnőtté kell válni, és majd utána, mikor attól szenvedsz, na majd attól lehetsz újra gyermek, ha megdolgoztál érte. Úgyhogy a keleti gondolkodás keleti, a nyugati gondolkodás nyugati. A kettő közt talán annyi a különbség, hogy az egyik egy egyenesebb utat kínál önmaga meghaladására. A nyugat nagyon beleveszett abba a dualitásba, amiből a mai napig nem tudtunk olyan szinten kijönni, hogy meggyógyítsuk önmagunkat és a társadalmunkat. Sőt, exportáltuk ezt keletre is. Kína, Korea és Japán problémái nagyon nyugatiak lettek már a II. világháború után sőt a japánok már száz évvel ezelőtt elkezdték azt, hogy ugye legyen egy nagy birodalmuk, és lett belőle két nagyon sugárszennyezett városuk. Úgyhogy ez a fajta nyugati gondolkodás, ez nem ismer határokat, de a keleti sem, ezért az útnak nincsen olyan akadálya, hogy ne tudnád gyakorolni. Minden információ eljut hozzánk, választhatunk tanítót, tanítást, tanítványi közösséget, Kivételes helyzetben vagyunk ahhoz képest, hogy régen több száz, néha több ezer kilométert kellett gyalogolni az embereknek ahhoz, hogy megismerhessenek egy zenmestert, egy zen templomot és egy zen szangát. Vagy egy rimpocsét és egy nepáli vagy tibeti templomot gyakorló helyet. Én azt hiszem, hogy ha felelősen magunkban nézünk, akkor fogunk élni azzal a lehetőséggel, amit saját magunk számára nyitunk. És ez úgy kezdődik, hogy őszintén mersz kérdezni. Nem nyomod el magadban azt a mély kíváncsiságot, hogy miért születtem ebbe a testbe, miért ez a karmám, mi az utam, honnan, hová megyek, milyen lehetőségeim, lehetőségeink vannak, mit jelent az, hogy embernek lenni, Családban élni, szangában élni, vagy gyakorolni, felnőni. Ha ennek van értelme, akkor micsoda? Mit kezdjünk magunkkal így, mint emberek? Ahhoz, hogy ne kezdjünk magunkkal valamit, ahhoz túl sok időnk van, ahhoz, hogy az örökkévalóságra berendezkedjünk, ahhoz meg túl kevés. Tehát valamit csinálni kell azért, hogy ne legyen értelmetlen, ne legyen céltalan, és hogy tudj valamiben hinni, és azt legjobb tudásod szerint végrehajtani és megcsinálni. Ehhez kell az a felébredett tudat, amit nem csak Sákja Muni és a további átadási vonalak pátriárkái tanítottak, hanem ez elsősorban te kell lesz. Tehát hallhatsz te itt felébredett tudatról, megvilágosodásról, különböző meditációs módszerekről napestig traktátusokat, ha nem kezdesz el dolgozni, nem fog semmi sem történni. Sőt, Annyiban rosszabbodik a helyzet, hogy már tudod, hogy itt a lehetőség, már tudod, hogy tehetnél valamit, és mégsem. Úgyhogy szerintem ilyen bevezető, motivációs beszélgetésnek ez bőven elég volt, és most a kérdéseitek szerint szeretném tovább alakítani az előadás menetét. Kérdezhettek bátran a keleti és a nyugati oldalról, megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. Köszönöm. Elmerült egy kérdés bennem az előbb, amikor beszéltél, és valahogy Rémel is, amivel befejezted, hogy, hogy itt nyugaton, hogy egyszer csak rákérdezel, hogy miért vagyok ebbe a testbe, mi ez az egész. De hogy azt gondolom, hogy itt nyugaton általában úgy keres az ember, hogy, hogy valami kis elégedetlenség van benne, vagy valami, valami nem komfortos. És akkor elkezd változtatni ő, maga is változik a világ. De hogy mi van azokkal a dolgokkal, ami úgy egyébként komfortos volt. Ugye nem úgy keres, hogy jaj, de jól érzem, mindent tudok, akkor megyek tovább az úton, hanem van egy hiány, de mégis volt valami tudás benne, meg volt, volt jó is, meg voltak flow élmények, meg voltak uh, megértések, hogy azokat tovább visszük ilyenkor, vagy, uh, tehát, hogy a kettő hogy kapcsolódik, és hogy megy tovább azon az úton, amikor, hogy mondjam, világot próbál változtatni az ember. Elmondok neked erre egy régi kínai történetet. Volt egy falu, és abban élt az apa és a fia. Lovakkal foglalkoztak. És egyszer a fiú éppen be akart lovagolni egy eléggé betöretlen lovat, és a ló levetette a hátáról. Erre mindenki jött a faluba, sápítozott, hogy jaj, eltörte a lábát, jaj, eltörte a lábát. Micsoda, micsoda katasztrófa. Erre az apa azt mondta, hogy hm, lehet, rakjuk simbe. Egyszer csak kitör a háború, és jönnek sorozni. És mindenki, aki élt és mozgott és tudott járni, elvitték katonának. És aki akkor tudott lovagolni, és nem tört el a lábát, azt mind elvitték katonának és nagyon kevés jött vissza belőle. Több lépéses a mesede ezzel nem sújtanék most senkit. Elég az hozzá, hogy amit te jónak vagy rossznak gondolsz, az úgy másodpercenként többször változhat, attól függ, hogy honnan nézed, és az életed melyik helyzetéből ugye, látsz rá arra a tényre. Amíg arról van szó, amit mondasz, hogy van egy kis jó, és azt úgy megtartanám, és mennék, és az úton egy kicsikét kipucolnám magam, ezt hívjuk jó magyarosan pecselésnek. Tehát foltozgatok. Foltozgatom magamat, és megpróbálom kicserélni az elemeket. Tehát mint egy robot. Karja rossz, új, kar, új kart kap. Hajtómű rossz, új hajtóművet kap. Olajcsere, olajcsere. Az emberek nagyon nagy részt ezt csinálják. Ami nem változik közben, az az én mély struktúrája az az önkép, az az egóitás, ami a problémákat okozta. És mivel ez nem változik, egy ideig megy a pecselgetés, aztán rájössz, hogy akárhogy foltozgatsz, akárhogy toldozgatsz, nem lesz jó. És ekkor van az, hogy engeded az egészet egy ellenőrzött meditatív környezetben belül szétesni. Tehát van egy angol könyv, Going to pieces without falling apart. Ez egy buddhista és egyébként tibetivel is foglalkozó pszichológusnak a könyve. Tehát darabokban lenni szétesés nélkül. Ez azért fontos, mert ugyanez az ember, Mark Epstein írt egy másik könyvet is, ez a Thoughts Without a Thinker. Gondolatok gondolkodó nélkül. És ezek a paradoxonok vagy dihotómiák mutatják azt, hogy lehet úgy rendszert váltani belül, hogy te működsz kívül. Ehhez kell egy picit néha műhelybe vinned magad, meditációs elvonulás, szanga, tanítóval való találkozás, és a többi, és engedni, hogy az az én struktúra, állandóan meg akarja örökíteni önmagát, és foltozgatni önmagát, az essen szét. Hogy ne tudd, hogy ki vagy. Ideig el kell jutni. És ebből tudod újraépíteni az egészet, pillanatról pillanatra, ahogy azt kell, az összes fontos elemmel, mint moralitás, etika, határok és egyebek mindennel együtt. Mert az emberek ilyenkor azt hiszik, hogy ó, hát akkor én akárki lehetek. És akkor egy ilyen tulajdonságok nélküli embertől a Dorian Gray arcképéig így húzódik ez az egyenes, ami iszonyú veszélyes. Mert figyelmen kívül hagyja az okozatiság törvényét. Tehát nyugaton szeretünk aló elméleti vagy gyakorlati, darmikus vagy karmikus, én és más oldalára esni. De keleten az a szép, hogy nem látják külön a transzcendentest és a karmának a jelen való megfigyelhető működését. Tehát a kérdés az a válasz, hogy ne jóként vagy rosszként megtartandóként vagy elvetendőként lásd a dolgokat, hanem nézd rájuk úgy a maguk okozatiságában, ahogy azok valójában vannak, és merd az egész rendszert átalakulni belül. Ehhez kell egy intuitív tréning, ehhez kell egy nem dualisztikus tréning. Tibetiben rengeteg a vizualizációs gyakorlat, a mantra, a mandala felajánlás, leborulások. Ha elvégzel egy nöndrót, akkor nagyon tudod, hogy a térdet hol van. Ez a kínai koreai mahajánában is megvan, ott is több ezer leborulás a számiknak, vagy a kezdő gyakorlóknak a dolga, ott is rengeteg mantra vagy kidó van felajánlás is van, csak nem mandala alakú, hanem az oltára teszel különböző dolgokat, tehát itt nagyon rokon a történet, és nem ilyen előkészítő gyakorlatoknak hívják, csak 5-10, van, aki 15 évig csak azt csinálja a világiak, van úgy, hogy minden nyáron 100 ezer leborulás, napi ezer, és egy száznapos kidóra így bemennek, és az ezer leborulás, ez gyakorlatilag attól függ, hogy csinálod, 6-tól 10 óráig terjedhet, attól függ, milyen állapotban vagy. Úgyhogy azért mondom ezt, mert itt a gyakorlat tesz igazi önmagaddá. Gyakorlat teszi a mestert, az egy külön történet. Tehát az, hogy kinek milyen karmája van, és a darmára mit épít rá, és milyen életvitelt folytat a darma gyakorlásának közepette, az egy külön történet. De a gyakorlat tesz igazi önmagaddá. Tehát ezért cselekedjük ezt, ezért csináljuk ezt. Úgyhogy enged magad átalakulni, nincs igazi változás anélkül, hogy a legmélyebb ragaszkodásaidat el ne engednéd, hogy az önképed az utolsó atomig át ne alakulna. És akkor megszűnünk foltozgatni, mert eredetileg nincs mit foltozgatni, sőt nincs is mivel. Jó? Egyéb kérdés? Ja, úgy tűnt nekem, mintha kicsit külön választanád a, ezt a Kínában látható, hagyományoknak az összességét az indiaitól, hogy említetted ezt a buddhizmus, taoizmus, konfucianizmust, és mondtad is, hogy ez aki mahaján, ami nem a indiai kultúrkor által behatott hagyományok, hogy miért, mire feled a szeparáció, és mit a lényeg hát lenne. Én a lelkem legmélyén ezeket nem különítem el, csak alkalmazkodom egy történelmi tényhez, ez pedig egy lászában 899-ben bekövetkezett zsinat. Itt vetették fel azt a nagyon bohó kérdést, hogy a fokozatos út és a hirtelen út azok azonosak-e vagy különböznek, a fokozatos útnak mi az alapélménye és mi a hirtelen útnak az alapélménye, és a buddhizmus is egy nagyon-nagyon komoly szimbiózisban létezett, a különböző helyi változatok kölcsönösen áthatották egymást. Viszont, hogyha uralkodói befolyásra ezt el kell tudni dönteni, akkor sajnos mindenki igazodik, és azt mondja, hogy én akkor ebbe tartozom, vagy mások másba tartoznak. Tehát egészen 899-ig nem volt ilyen kérdés, hogy hirtelen vagy folyamatos, mert értelmetlen föltenni. Ha csak egy picit is gyakoroltál, tudod, hogy a hirtelen áttörésekre még nagyon hosszú folyamatos karmikus munka van, amíg megpucolod magadat, aztán megint van valami tapasztalás, megint egy kis ugye, tisztogatás. Ez az alagútépítéshez hasonlít, berobbantasz egy darabot, vagy kifúrsz egy darabot, attól függ milyen módszer, és utána ásni kell, meg lapátolni. Eljutottál a fejtés végére, megint elindul, vagy megint robbant valami, és aztán megint. Tehát ez így megy, ameddig át nem érsz a túlsó oldalra. 899-ben Lászában volt egy zsinat, és ott választották szét, hogy a folyamatos, az az indiai, nepáli, tibeti, és a hirtelen pedig a kínai, vagy az akkor már ugye bimbódzó zen, hiszen 300 évvel vagyunk bóti darma után, aki akkor nagyon rendbe rakta a dolgokat. Tibetben tradicionálisan nem volt konfucianizmus, Kínában igen, a taoizmus jelen volt mindenhol, de nagyjából nem tudjuk, hogy hol volt jelen, mert annyira rejtettek ezek a taoista átadási vonalak. De tudjuk, hogy Kínában igen, és Tibetben pedig kevésbé vagy egyáltalán nem. Ott a, ott a bön. Úgyhogy ö, ezek a kultúrtörténeti és politika történeti sajátosságok mondatják velem azt, hogy igen, voltak emberek, akik ketté választották a kettőt. Butaság lenne nem tudni róla, de ragaszkodni hozzájuk ugyanolyan butaság lenne. Tehát most megint csak kedvenc hangszeremet, a hangtálat, ebből van nagyobb is. Hívom segítségül, figyelj nagyon jó. Ezt hirtelen hallottad meg, vagy fokozatosan? 60 ütés. Az egyik 30 a fokozatosért, a másik a hirtelenért. Figyeld meg, figyeld, nagyon jó. Bárhogy válaszolsz. Még egyszer, leteszteljük, hogy mennyire vagy IQ-ba. Hirtelen hallottad meg, vagy folyamatosan? Nem volt le csengés, hát hát majdnem egy percig szólt itt a kezembe. Hát hogy lehet az hirtelen? Meg itt a nagy csend, és egyszer csak a csendben megszól ez a ez a pák, ez hogy lehet folyamatos? Egyéb kérdés? Az érdekel, hogy a, az emberek a hétköznapokban, a hétköznapi emberek hogyan láthatják a sárgát a sárgának, és a fehéret fehérnek. Már is mondom. Milyen színű a fa? Sárga. Sikerült. Milyen színű a függöny? Rózsaszínes. Bordó. Bordó, csak Bordo. nehogy Difi támadjon, bordó. Megvan. Sikerült. Igen, ez, ez így még megy, viszont a kérdésem lényege végül is az lenne, hogy vannak azért bonyolultabb dolgok, mint hogy megállapítani azt, hogy milyen színű a, a függöny, mert az, az sem ment. Látod, hogy könyen, nem ment egyből? Nem ment egyből, és. Hát azért vannak. kell gyakorolni az egyszerűt. Hát hidd el a zenben, hogyha valaki végig tudja ülni az interjúkat, és vannak, akik itt végig szenvedték az elmúlt két, három, négy, öt évet interjúval, folyamatosan azzal vegzálom őket, hogy a bot és a harang az azonos vagy különböző éveken keresztül. Egy idő után beáll a válasz, de hogy mm. euh, milyen virgák vannak közben, hogy miket, miket kísérletezik azért, hogy neki igaza legyen, az valami páratlan. Tehát euh, utána a megkülönböztetés egyéb formái, például, hogy a három font len és a száraz boton azonos vagy különböző. Ezekkel a már bonyolultabb dolgokkal folytatjuk. Tehát ez azért fontos, mert a tudat tükröző képessége meg kell, hogy maradjon tisztán akkor is, ha egy tárgya van, ha több tárgya van, vagy egy egész mondat a tárgya, vagy esetleg, urambocsá, egy előtted lélek a tárgya azt is ugyanolyan híven kell tükröznie, mint azt, hogy az ékkék és a fű zöld. Jobb az egyszerűvel kezdeni, jobb magadban meglátni a dolgokat, és azáltal egy kicsikét tisztában jönni a valósággal, és ahol magadat egy picikét elfogadtad, ott a másikat is tudod, ahol magadat megláttad, ott a másikat is megfogod, de ahol hazudsz magadnak, ott a világ is hazudni fog neked, meg a másik is. Na ezért kell látni szépen, lépésről lépésre, folyamatosan, kiterjesztve azt a teret, megnagyobbítva azt a tükröt, amit használsz. A zen ebből a szempontból rendkívül következetes, nem szisztematikus, mert a zen nem alkot in intellektuális, racionális rendszereket. Azt mondanám, hogy lazán fűzött tanítási témák vannak, és a nagy híd vagy struktúra helyett a patakban csak ilyen kis lépőköveket rak le az, hogy át tudjál rajtuk menni. Jó? Nekem korábban fogalmazódott meg egy kérdésem. Ö, hát sokat gondolkodtam rajta, lehet nem lesz így se elég tiszta. Ö, hát a korábbi előadások ö, nyomán ö, gondolkodtam el, hogy milyen fogadalmak ö, lehetnek praktikusak, ö, hát világiként, annak az elérésében, hogy tudatosabb legyen az ember, és közelebb kerüljön ehhez a szellemiséghez. Miért gondolod azt, hogy pont a fogadalmak fognak erre vezetni? Hát az egyik előadásban is a válaszodban utaltál arra, amikor valaki megkérdezte, hogy hogyan lehetne fenntartani a pillanatnyi megvilágosodott állapotot, vagy kitartani hosszabb ideig, akkor, akkor egy olyan választ adtál, hogy hogy a szerzetesek azért... A megtartása, de az odavezető út az sokkal ismeretlenebb. Ahhoz azt mondom, hibázni kell. Ha nem hibázol, nem szenvedsz, ha nem szenvedsz, nem ébredsz föl. De ha a felébredés után nem tartod meg azzal a bölcsességgel, amivel a fogadalmak helyességét is, szükségességét is beláttad, akkor nem tudod megtartani. A két fázis nagyon különböző. Azt kérdezted, hogy ugye oda vezet? Uh -uh. Nem. A saját karmát fog oda vezetni, és hogy? Úgyhogy pofoncsap jobbról, meg balról. Ott tudod meg az út két szélét. Egyet jobbról, egyet balról és ott az utad a kettő közt. És ekkor, ha jól csinálod, ha tényleg kérdezel, és tényleg gyakorolsz, akkor felébredsz. Utána tényleg kellnek a fogadalmak, mert ha nem tartod meg ezt az eredményt, akkor eltékozlod, már tudva, már érezve, már átélve azt, hogy milyen az, amikor mindettől megszabadultál, de egy nagyon szép karmikus hátraszaltóval újból meghemperegtél a saját guánódban, keményen, vastagon. Ne neves, megcsinálod. Mindenki megcsinálja. A kérdező bátrabb volt, mint te, mert ő mondta ki. Jó? Tehát a lényeg az, hogy a fogadalmak azok nem azt jelentik, hogy jó kisfiú, jó kisfiú, jó fiú. Sőt, hogyha valaki ragaszkodik a fogadalmak betűjéhez, akkor egy ilyen szellemi bilincsbe veri magát, ezt úgy hívják, hogy a tökéletesség látszata. És nem ér el semmit. Csak nagyon jó kis fiú lett. Díjazzák, tehát egy csomó ilyen díjazott emberkel van, csak köze nincs ahhoz, hogy meglássa belül, csak egyen mélyebben, egy réteggel közelebb, hogy valójában ki ő. Tudod? De az ember útja nem olyan, hogy mellékelek hozzá egy buddhista használati utasítást, fellapozom, 16. kódat csináld, ezt rendben van. Ez nem ilyen. Ha lenne ilyen, nem így néznénk ki. Tehát annyiféle használati utasítás van abszolútizál, vagy egymást gyilkoljuk megérte. Mert az én használati utasításom a legjobb, a legszentebb, a leghelyesebb, legigazabb, stb. És hogyha más használati utasításokat mersz vallani én előttem, akkor haragom lesz újt rád, stb. Ez ismerős gondolkodásmód, ugye? Amit te beláttál a saját józan bölcsességed alapján, azt tudod a fogadalmakban is viszont látni, mert az ember helyzet az elmúlt pár ezer évben nem nagyon változott ezen a bolygón. Tehát a megtartásukhoz nagyon kell, az odavezető út pedig néha csak nyomorral és szenvedéssel van kikövezve. Meg sokkal, meg ismeretlenséggel, meg egyébbel. Ezt nem lehet a fogadalmak szerint besorolni vagy definiálni. Oké? Okay? Nekem, de gondolom mindenkinek volt az életemben sok olyan esemény, ami arra sarkalt, hogy egy ilyen spirituális úton elinduljak, és akkor keresem az igazságot, vagy persze ez lehet nem a legtökéletesebb megfogalmazás, de tehát ö, valamit keres az ember, ugye, és ö, mondjuk jelenleg ö, egy ilyen, úgymond elég könnyű életem van. Látszik is, látod, ilyen jó fésolt <laughs> semmi gond. Mondja tovább. És ez szintén felmerült korábbi előadásokban is, hogy ugye az, az ember, amikor így benne van, így jóba, akkor nem akar. Bocs, mikrofonba bele kell te lász, most, lász, úgy, Tehát amikor, amikor így az ember jól érzi magát, akkor akkor így hanyagolja, és és megjutalmazza magát, hogy ó, most, most jó, és akkor, és akkor megint vissza, visszaesik. Még nem, még nem. Majd később. De te az Amíg egy, nem esik vissza, én. addig mi van? Hát addig gyűjti a karmáját és aztán megint pofon csapják, és akkor... Nem gyűjti a karmáját, élvezi az életet. Hát jó, igen. Aztán igen. mi történik? Hát, Mitől és... bukik? Mitől bukik? Miért nem élvezheti az életet haláláig? Miért? Hát, mert minden véges. Jaj, na ettől a filozófiától, ettől. Gyorsan elvonatkoztattunk a tártól, hát ha megszűnik. Nem, nem szűnik meg. Tehát amikor az ember a véleményeivel és a hiedelmeivel kezdi el a valóságot behelyettesíteni, akkor kezd el bukni. Amikor azt hiszi, hogy neki mindig sikerül, mindig igaza van, akkor van az, hogy hát nem baj fiam, elfogyott a sin, húzd be a függönyöket, azt menjünk tovább, majd úgy teszünk, mintha lenne. Ismeri mindenki ezt a régi viccet. Lényeg az, hogy amikor az ember a saját jókarmáját próbálja meg maga elé tenni, és azon tovább menni, na akkor bukta van. Tehát nem meri pillanatonként újraalkotni magát. Nem meri pillanatonként elengedni az énségét. Nem engedi a, az eredetit, ami nem jó és nem rossz a felszínre kerülni ismételten, hanem ragaszkodik ahhoz a jóhoz, ahhoz a könnyűhöz, ahhoz a helyeshez és magas röptűhöz, ami addig vitte. Na, ezt megcsinálta. Lehűlt az univerzum, kész, vége. Akkor, akkor mit tudsz javasolni, hogy tehát eb, akkor ezt a helyzetet kihasználva, hogy éppen nincsen mondjuk egy vihar vagy egy nehéz helyzet, hogy, hogy akkor innen hogyan lehet, hogy hogy érdemes? Két esélyed van. Vagy a saját szenvedésedből fogsz tanulni, amelyet szükségszerűen újra termelsz, vagy elkezdesz másoknak segíteni, és mások szenvedéséből tanulod újra a saját leckédet. Ez a második, ez sokkal jobb. Egyrészt azért, mert nem kell magadat ismét az árokba látni az, hogy fölkelj, hajnalba felülj a biciklire, és is szép rozsdásan haza keréped pedállal. Elég, hogyha kiszedsz egyet az árokból, és azt mondod, gyere, kis pofán, most már menjél haza, itt a biciklit, üljél föl rá, és akkor hajrá. Te nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni, de ha te már tényleg ráláttál valamire, azt magadon ne kövesd el ismét, segíts lehetőleg másokon, akik még ezt nem látták meg. Szungszánszönyi mindig azt mondta, amikor ilyen karma-darma problémával álltunk szemben, hogy még több szenvedés kell. More suffering is necessary, mondta ő. Ha az illető saját magán tudja csak tapasztalni, akkor úgy van. Ha a többi szenvedést már a külvilágban meri észrevenni, és helyesen hozzááll, és segít, és beleáll a helyzetbe, és egyé válik a többiek szenvedésével, és segít rajtuk, akkor meg az az, ami alkalmas. Te döntöd el. De hogyha nagyon kipárnázod, és kényelmesre, megjósolhatóra, biztonságosra, kontrollálhatóra konfigurálod az életedet, egyszer csak rájössz, hogy az egész úgy, ahogy van, nem, hogy nem valóságos, pillanatok alatt szét fogja törni valami, vagy valaki egy mozdulattal. Miért? Mert nincs életben. Nem működik. A pici területen elveszi a félelmet, elveszi az aggodalmat, megvan az a kicsike jólét, amit Laoce tényleg kicsike jólétnek hívott, mert a nagy közösség az elveszett. Ez a nagy közösség ez nem valamilyen hatalmas nagy embertömeg, a nagy közösség az a világgal, a világegyetemmel való egyévált állapot. Tehát amikor ez az egyéváltság megszűnik, amikor az ember csak a picike kis személyes homeosztázisát egy egyszobás garzonban lehetőleg tartsa fel, mert együtt élni mását, azt ne is. Előbb-utóbb ez bukik. Bukik, és talán jobb is. Úgyhogy vagy a saját szenvedésed, vagy a másik szenvedése, de munkára hív. Ha nem végzed el, újraírod a kört. És mi van akkor, ha, ha valaki úgy segít Másoknak, vagy úgy segít másokon, hogy a saját szenvedését akarja ezzel a másoknak való segítéssel elrejteni önmaga elől is. Tehát inkább másoknak seg, függőség ezt így hívjuk. Inkább másoknak segítek, mint hogy a saját nyügeimmel foglalkoznék. Ez egy ideig megy. Tehát ez, ez működik úgy, hogy ha állandóan energiát termel magában, akkor ez ö, exoterm, tehát nem másoktól zabálja el az energiát. Ez akkor gáz, hogyha fogja magát valaki, és azt tetteti, hogy másoknak segít, közben pedig másoktól zabál energiát, elfelepel a figyelmet, törődést. Látszólag én segítek neked, de állandóan 20-30-40 perces telefonbeszélgetésekkel próbálom meg, megindokolni, hogy az én karmám miért olyan, amilyen. Jó? Tehát nagyon jó dolog az, hogy nem a saját személyiségünkbe és annak a problémáiba tesszük mindig az energiát, mert ez a világ interaktív. Hiába a belső látás, hiába... A megismerés, hogyha mindig újra termelem ugyanezzel az energiával a saját problémáimat. Tehát tényleg segítsek másoknak, és akkor elkezd egy picit kiegyenlítődni. De egy idő után nem lehet a mély tudati problémákat szőnyeg alá söpörni. Azok kijönnek. Tehát azt mondom, egyszerre kell a munkát elvégezni egyszerre dolgozol magadon és segítesz a világnak, és amilyen mértékben már sikerült magadat megpucolni, olyan mértékben változik a külső munka, amit a külső munkával elvégeztél, az már belül is hatott, hiszen hiába fürőztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Jó? Tehát ez azért fontos, mert ne válasszuk szét a kettőt. Valamit csináljál, mindegy. Mással kezded, magadon kezded, előbb-utóbb eljutsz a hiányzó félig. Csak csináld. Oké? Okay. Tettél fel olyan kérdéseket, amikre nem tudtunk válaszolni, például az hangtállal, meg még voltak mások is. Tényleg? De azt is mondtad, hogy a tanítványaid már tudják rá a választ. Igen. Hogy mi a választ? Hát ne... Meg akarja hekkelni a zen tanítványokat. Két útja van. Addig googlizol, ameddig bele nem fáradsz, a második, hogy beülsz egy-két interjúra és rájössz. De az igazi zen tanítványok nem mondanak egy kukkot se erő neked, túl büszkék, mert ők megoldották. Te meg szenvedjél. De azért rávezetnek, megmondják, utca, házszám, ott kell gyakorolni, így rávezetnek. Jó, ebben az a szép hogy az a teljesen kiegyenlített tanítás, hogy minden lénynek pontosan ugyanolyan buddha természete van. Az emberben emberi módon működik, az állatban állati módon, minden lényben, minden érzékszervhez kötött entitásban van a felébredésre természet lehetőség. Ez bodhicitta, koreai bulszong, buddha természet. Akárhogy hívod, a realizációnak az alapja, és a célja is, az alfája és az omegája. Ezt a kínaiak úgy mondták, hogy találhatnál meg egy olyan lovat, aminek már a hátán ősz. Azzal indulsz a keresésére, és végig a hátán ősz. Csak időközben ennek a lónak, vagy a közkeletű hasonlás sorozattal bikának le kell tisztulnia. Ekkor ajánlom mindenkinek a 10 bika történetek című tanítási toposzt. Nagyon sok zenmester, nagyon sok tanító foglalkozott vele, számtalan interpretációt találhatsz, és ez az a folyamat, ahogy ezt keresed. És egyre jobban rájössz arra, hogy mi az, ami keres, mert valójában ezt keresed. Csak ezt egy nagyon ambiciózus, nagyon célorientált, ilyen jó kis nyugatias A-városból, B-városba kommandó bele, ezt így nem lehet megcsinálni. Az ahhoz lenne hasonló, hogy a jó kocsis, belógat a lova elé egy nagy csomó sárgarépát az ostor elején. Nem kell ütni azt a lovat, az összes ló szereti a sárgarépát. És elindul szépen a sárgarépa után. Igen, ám csak, hogy ameddig a kocsival megy, addig a sárgarépa is ott lóg előtte, mert a kocsi is ott ül a bakon. Tehát mit kell csinálni ahhoz, hogy a ló megehesse a sárgarépát? Elárulom, le kell rúgni a kocsista bakról elejti az ostort, lejti a sárgarépát a földre, és onnan a ló meg tudja enni. Itt nem nehéz kitalálni, hogy a kocsis az éned, az a kőkemény amit, hogy majd én elérem a megvilágosodást, majd én addig hajtom magam, addig jutalmazom magam, addig megyek előre, ameddig el nem érem. Na pont ez az én az akadály. A legnagyobb energia ezt visszaszedni, berakni, de és a nem mozduló tükörszerű tiszta tudatban létezni, mert látszólag nem, méz, nem mész sem erre, nem halad sehova. De pont ez a haladás. Tehát ez az, amit nagyon nehezen szoktunk fölfogni, mert nekünk eredmény kell. Te vagy az eredmény. Nem az a picike kiste, hanem az az igazi önvaló, amit annyira keresünk. De ez az, ami keres. Tehát a letisztulás folyamata az, ami megtörténik, és ezek után a realizáció tényleg a tiéd. Amikor, ugye, a buddha látta, hogy minden lénynek van ilyen megvilágosodott természetet csak nem tudnak róla. Még ott hever a karmájuk vastag takarója alatt. Tudnál-e egy pár szót mondani a mélypontról? Honnan tudja az, aki benne van abba, amikor teljesen el kéne engedje önmagát és újraépítkezni a semmiből, hogy ő már a mélyponton van mi a te tapasztalatod ebből? Onnan tudja, hogy a mélyponton van, hogy mélyebbre már nem mehet. És itt szeretnék egy olyan tanítványi körre utalni, nem nevezem meg a helyet, meg az identitást, csak a helyzetet. Ez az anonim alkoholisták egy pár képviselő, aki megtalált. És tanítottam egy olyan helyen, ahol ők rendszeresen összejöveteleket tartanak. Nem írom le a helységet, mert az tényleg leírhatatlan. Csak egy plakátra szeretnék utalni, ami nagyjából egy ilyen U alakot példáz, és úgy indul, hogy első pohár, szociális ivás, rendszeres fogyasztás, egyedüli fogyasztás, állandó fogyasztás, addikció, stb. 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 És ott van a leépülés, ott van a legvégén, a legalján az, hogy kérdőjel, meg, megszakad az új alak, kérdőjel, a lefelemenés a halál, és a fölfelemenés az pedig a kiózanodás. És akkor szépen a fizikai tisztulás, az elvonó, az újabb elvonó, az AA, és a 12 lépés is szépen fölfele. Azért van ott a kérdőjel, mert ők sem tudták megmondani, és egyetlen egy addiktív viselkedésben elvesző ember sem tudta megmondani, hogy mi volt az, ami megfordította. Ez ugyanúgy nem tudható, mint az, hogy uh, mi az, ami benned a helyes választ adja erre a kérdésre, hogy mi ez. Ez sem tudható, és az sem tudható, mert ez ugyanaz. Csak egy kicsikét könnyebb formájában kérdezünk itt rá, mint ott, amikor nagyon súlyos. Uh, alkaloid és egyéb problémákból kell kijönni. Úgyhogy nem tudható, de az az, amikor tapasztalod. Itt van egy újabb paradoxon, amikor semmit nem tudsz magadról és a világról, mert olyan mélyen vagy, akkor kezded el tapasztalni a világ és önmagad közös lényegét. És még mindig dönthetsz úgy, hogy meghalsz. A megvilágosodottság legmagasabb fokán is dönthetsz úgy, hogy visszalépsz és újból karmával szennyezed be magad, már tudván, hogy mit csinálsz, de akkor is. Visszafele is igaz, a legnagyobb szennyezettség a halál közvetlen közelében is dönthetsz úgy, hogy túléled. És itt mind a kettőt ugyanazt csinálja, ugyanaz a tudatforma működik, amit úgy hívnak, hogy elég. Elég volt. Nem tudod mitől, de elég volt. Már tízezerszer megpróbáltad megmagyarázni magadnak, hogy miért nem fogod felemelni a poharat, mégis felemelted. Tízezerszer megmagyaráztad magadnak, hogy miért nem fogod újra alibiből kihagyni a következő meditációs periódust, mégis kihagytad. Ugyanaz a tudat, csak az egyik kőkeményen toxikus, a másik pedig még nem. Csak időkérdése. Tehát, hogy mikor elég? Ez a kérdés. Senki nem tudja a választ, csak az a valaki, aki átéli azt, hogy már ő sincs, már a világ sincs. Nem tudja, hogy mi van, de az azt mondta, hogy elég. És hogy innent, innentől kezdve másképp lesz. És volt alkalmam ezt átbeszélni az egyik nagyon intelligens emberrel, aki húsz évig volt benne. És annyira, de annyira jó képességű ember, hogy húsz év alatt nem sikerült annyit innia, hogy ezt ne tudja artikulálni, és ne tudja. Világos, gyönyörű okfejtéssel elmondani. Úgyhogy ő talált valamit. Nem mindenkinek kell ekkora szenvedésen keresztül mennie. Az igazi kérdés az, hogy mi az, ami benned az egót kérgét fölszakítja? Mi az, ami téged romba dönt úgy, hogy újra tudod belőle magad építeni? Mi az a válság, ami alapjaiban rengeti meg az életedet? azért, hogy te tényleg az légy, aki vagy, és megszűnj valakinek hinni magad, aki nem vagy? Ez a kérdés. Te hogyan látod azt, hogy mindenki valakivé akar válni? De mégis, amit elmondtál, abban ugye az van benne, hogy semmivé, senkivé kéne válnunk. Nem, akkor is válnál egy inverz negatív valakivé, ami tartalmatlan. Tulajdonságok nélküli ember, tessék elolvasni, ott van a probléma elrejtve. Ha azt mondod, hogy senki se vagy, már vagy valaki, csak egy kilúgozott inverz identitás. Ha azt mondod, hogy nem tudom, és ez a nem tudó letisztul azzá, hogy az autók mennek az utcán, fogod a kezedbe a mikrofont, és mögötted jegyzetelnek, akkor ez nem valaki, és nem senki, de tisztán lát, tisztán hall, tisztán érzékel, tisztán beszél, tisztán hallgat, érzi azt, hogy most 25 ember figyel, és egy pontú a figyelme. Tehát nem kell valakinek vagy senkinek lenni, hozd vissza oda, ahova az előző kérdést kifuttattuk, hogy nem tudom, mert ez az alapvető valami nem tudható. Mert ez az, ami tud. Nem látható, mert ez az, ami lát. Nem hallható, mert ez az, ami hall. Most innentől kezdve van nagyon egyenes és nagyon világos útja annak, aki nem óhajtja magát semmilyen identitásba belekényszeríteni, de pillanatról pillanatra az, akinek neki lennie kell, akivé az útján válik. És akkor nincs én, és nincs éntelenség, nincs valaki, nincs más, nincs senki, és nincs egy fix identitás. Ezekről, mint definíciókról mondjunk le. Ettől a lemondástól tudunk visszatérni igazi önvalónkhoz. Ugye, hogyha a hétköznapi saját magam körüllevő életet nézem, hogy általában az szokott történni, hogy, akarunk, hogy akarok valakivé válni, megszerzek valami képesítést, valamiféle családot alapítok, egzisztenciát teremtek, és aztán utána általában jönnek a törések ebbe az egész történetbe. De az, amit elmondtál, az valóban nagyon jó, hogy egyszerűen nem tudom, hogy ki vagyok, csak ugye a hétköznapi gyakorlatban, amikor elindul valaki az élet útján, úgymond, Ilyen szép szóval, akkor ő, ő vele minden azt akarja elfogadni, hogy válj valakivé. Uh -huh. Pontosan. És éppen ezért, hogyha ilyen kétségeid vannak, menjél el egy csoki gyárba. Tehát a csokigyárból gyárból kijön az étcsokoládé, a tejcsokoládé, a szögletes csokoládé, a kerek csokoládé, a hosszú csokoládé, a rövid csokoládé. A társadalom szintjén te leszel apa, férj, munkavállaló, adófizető és a többi, de egyetlen csoki sem tévezthető össze a csoki gyárral. Tehát ha te összetörsz egy tábla csokit, attól még a csoki gyár az nagyon jól tud működni. Tovább tolja a terméket kifele, vigyázzunk, mert a felszínén a kakaóvaj kiválhat, mely a termék élvezeti értékét nem befolyásolja. Tehát vigyázzunk, hogy milyen vélemények válnak ki a különböző identitás felületeken, mert az a te személyiséged valós értékét nem befolyásolja. Sem a saját véleményed, sem a mások véleménye. Tehát, hogy téged kinek mond, kinek néz, kinek akar látni a világ, semmi köze hozzád. Hogy te kinek akarod látni magad, kinek hiszed magad, a valódi személyiségedhez semmi köze, csak egy újabb kakaóvaj réteget raktál rá. De hogy meg tudod-e teremteni magadban a munkavállalót, a férjet, az apát, az adófizetőt, a vándort, az útonjárót? Na, ehhez kell eljutni ahhoz a teremtőhöz, ami ezeknek a minőségeknek az alfája és az omegája. Na, ez az, amit nem tanítanak, csak azt, hogy vegyél magadra egy újabb identitás réteget, tagold szét magad újabb kis dobozokba, azért, hogy megfelelj a társadalmi elvárásoknak, és téged simogassanak, és ne rugdossanak kívülről. Mindenki élt ebben a szobában már eleget ahhoz, hogy tudja, akármit csinálsz, a világ egyrészt akkor is rugdosni fog. És a csak simogatásért ugye való élet, az egy teljesen kapcsolatfüggő és alárendelt élet, mert nincs útja, csak félelme van. Attól fél, hogy nem fogják simogatni. Ne cseréljük össze a teremtéseinket az egoitásunkkal. Nagyon nagy hiba lenne. Nagyon-nagyon komolyan ragaszkodnánk hozzá, és úgy tűnik, hogy a teremtésünkkel és a pozitív hozzáállásunkkal és a sok mindennel csináltunk egy ilyen kis komfortzónát magunknak, mert én szépeket teremtettem, én jókat teremtettem, jó kapcsolataim, anyagi helyzetem és egyebben van. De mihelyt a teremtettel azonosul a teremtő, azon nyomban láncra és bilincsbe verte magát. Ezért kell iszonyúan vigyázni, hogy ezt Lao Tse mondta, a bölcs művét megalkotva hátralép, és tovább megy. És nem feledkezik bele. És nem azonosul vele, és nem büszke rá, és nem veri nagy dobra. A nép azt hiszi, ők csinálták egyes egyedül. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy a, a szerzetességnek mi a szerepe az ember, és hogy ez úgy van, hogy megy az ember az úton, és akkor ez szükségszerű fajta pulminációja, vagy, vagy milyen okból válik hozzá valaki, és mi, hogy működik ez Ö, az egész? Mindenkinek van egy bizonyos karmikus fejlővése, amitől döntéseket hozzajam 20 és 40 életév között kb. Az egyik ilyen típusú fejlővés az, hogy szerzetes. Ha erre nem elég mély az elhivatottság, olyan pillanatokat kibillenti a világ valami jóval vagy rosszal, hogy azt se tudja, hogy melyik templomba volt hány évig, és már is valami más csinál, és vastag, dús hajzatot növeszt, és ilyen gyönyörű, szép öltő nyakkendővel csinálja tovább az életét, amivel semmi baj nincs. Tehát az emberek nagyon-nagyon nagy része nem szerzetesként éli az életét, vagy szerzetesnőként, azért, mert nem ezért született meg. Van egy olyan átmenet, akik nem tudják, azok próbálkoznak, vagy erre, vagy arra. És az egy nagyon komoly próba, hogy megtud, hogy pontosan miért csinálod azt, amit csinálsz. Hogy tényleg az -e az utad. Tehát az ember nem annyira szerzetessé lesz, mint inkább szerzetessé marad. Szándékos a morfológia. Szerzetessé maradsz. Tehát ha tényleg ezt kell csinálnod, akkor pofoszthatnak, simogathatnak akármennyi oldalról, mégis a szumma az ez. Ez a vége. És meg kell látni, hogy milyen formát, milyen életformát szeretnél ebben az életben követni. Mi az, amivel belül közösséget tudsz vállalni? Mi az, ami a tiéd? Mi az, amivel urambocsáha kell azonosulni tudsz? Amire inkább rá tudnád mondani, de nem mondod, hogy én vagyok. Jó? Ez csak ennyi. És hogyha ennek a nagyon mély, intuitív, gondolkodás nélküli hívása nem volt meg az emberben, és ezért nem szenvedett valamennyit, hogy mennyit azt nem tudjuk, de valamennyit kell, akkor nem marad az, mert nem az övé. Nem az ő útja. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy hajzat, nem hajzat, szakál, bajusz, teljesen mindegy. A lélek milyen a lelken rajta van-e a téves nézetek durva sörtéje? Ki jön -e abból a kapzsiságnak a sok-sok tetve? Vagy a dünek az összes lárvája? Tehát az a fajta növekmény, ami ott van, az a kinövés, az a daganat, ami az ember lelkét epeszti belül, az az, ami fontos, hogy az ne legyen. Az, egy kívül milyen formát visel, teljesen mindegy. A buta nagyon világosan fogalmazott. Ébredj föl, és segíts minden lényen. Ezt lehet nagyon-nagyon szimultán csinálni, tehát hogy párhuzamosan. Túlságosan egyik vagy másik oldalra sokáig nem lehet esni, mert látod, hogy igazából nincs különbség, a külső szenvedés is elértéged, és ha nem vigyázol, a te szenvedésed is kiömlik a világra, tehát valamit azért működni kell. De igazából teljesen mindegy, hol kezded. Azt is, hogy hogyan. Csak csináld. Tehát, hogyha nagyon szerzetes az életformát, ki se lehet robbantani a templomból, és ez nem azt jelenti, hogy te jó szerzetes vagy vagy rossz szerzetes, vagy még ez sem jelenti, vagy sikeres vagy sikertelen. Hogy templomból mondja, vagy pedig zenmester. Néha túl sok különbség nincs. De a lényeg az, hogy ezt kell csinálnod, mert nagyon mélyen ezt akarod csinálni. Ott vagy, ahol úgy érzed, hogy lenned kell. Azt csinálod, amit legmélyedben úgy érzel, hogy csinálnod kell, és kész. Ennyire egyszerű. Aki egyébként ilyen uh, problémákkal foglalkozik, nem a szerzetes, meg a világi, az itt nem nagyon kérdés, az, hogy milyen úton menj, pontosan milyen utat válasz, ha ilyen problémával foglalkozol, akkor tedd fel magadnak a kérdést belül, hogy mi az utam. A koreai zenben nagyon sokféle meditációs típus van, de három nagy csoportja van. Az egyik a kérdéssel való működés vagy, do, vagy munka. Tehát feltehetsz egy nagyon nagy kérdést, hogy mi ez, mi vagyok, illetve konkretizálhatod olyan életterületekre vagy problémákra, amelyeket meg akarsz oldani. És itt jó a tanító jelenlét, aki nem mondja meg a választ, mert nem olyan, hogy választ adjon. Rávezet a válasz, hogy ezt te találd meg. Az a te kardod a mezőben. Kihúzod, aztán azt hódítasz meg, amit akarsz. Tehát nagyon fontos az, hogy te jöjj rá a válaszra, de a tanító szerepe az, hogy segítsen ebben, és meglássa, sőt, megláttassa, ha esetleg oltári nagyot hibázol. Mert azért az előfordul. Úgyhogy a kérdések fontosak, ahol kérdések vannak, ott a tudat kinyílik, ahol definíciók és meghatározások vannak, ott a tudat lezárul. Ott elkezdett tudni valamit. És ha ezzel a tudással azonosul, kész, ki nem lehet robbantani belőle addig, amíg a valóság ezt meg nem teszi vele. Ez az életnek az egyik nagyon kemény, néha brutális valósága, hogy nincs az a tudás, amiből véleményt ne csinálna valaki, Egyszerűen elég a kontextusából kivenni, elég elvonatkoztatni a tényektől, elég énesíteni, rendszeresíteni, elméletiesíteni, és már is itt vagyunk egy csomó nyugati problémánál, hogy mindenből ki akarjuk vonni a lényeget, de közben semmit sem tudunk. Biztosan semmit sem tudunk. És innentől kezdve van létjogosultsága annak, hogy megkérdezed magadban, hogy mi ez? Mi vagyok? Mi az utam? Mi a legfontosabb? Miben bízom? Kiben bízom? Ki a legfontosabb? Tehát ezekkel a kérdésekkel tudod az életed irányát és területeit letisztázni. És valljuk be, a legtöbbünk ezt valami könyvből vagy gurútól várja, hogy majd ő megmondja a tutit, mert ő látja. Hát a látók veszik el a látásodat, a jósok veszik el a jövődet. Úgyhogy ezért a zen mindig is a szellem önállóságát, az ember felnövekvését tanította, mert hogyha nem akadályozod magadat, és nem követsz el önszabotást, vagy önsorsrontást, odáig emelkedhetsz, ahová a buthák és bótiszatvák, nincs a lehetőségek között különbség. De a karmán között elég erőteljesen. Egyikünknek az arca sem ugyanaz. Egyikünknek a szeme sem ugyanaz. Egyikünknek a tudata, a lelke sem ugyanaz. De nagyon mély emberi természetünk az igen. Ez a budha természet, ez az, ami a felébredés fele visz minket, ez az, ami keres, és lehetőleg ez az, amit mindannyian megtalálunk. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek ma estére a kitüntető figyelmet, az, hogy eljöttetek, és végig hallgattátok, kérdeztétek ezt a két előadást, és remélem, hogy más, máskor és máshol is találkozhatunk a dharma gyakorlatát előrevű vendő egy kis közös meditációra vagy dharma beszédre. Köszönöm a figyelmet!